Én a másik oldalon állok, tehát én abban a mondhatni szerencsés, és ezt több idézőjelben is tenném, helyzetbe vagyok, akinek ez az egész COVID-válság igazából nem, hogy egy válság lett volna, hanem életünk legnagyobb lehetőségét hozta el nekünk. De tulajdonképpen ezáltal váltunk mi igazán releváns piaci szereplővé. Ha valaki relevánsá szeretne válni a, a saját piacán, akkor az mindig, mint ahogy minden vállalkozás is, igazából egy ötlettel indul. Nekünk is ugye ez volt az első mérföldkövünk, maga az ötlet, ami az ötlet egy olyan furfangos dolog, ami a lelkesedés, az idealizmus és a, az optimizmus köntösében vagy áruhájában érkezik. Itt válik el igazából az, hogy kiből lesz utána jelentős piaci szereplő, vagy ki az, aki, aki azt mondja, hogy felteszi a kezét és nem megy tovább. Ugye lehet itt olyan ö, Gyakran használt frázisokat használni, mint kitartás, mint elkötelezettség, mint ambíció. Én mégsem ezt tenném, hanem a saját példámat szeretném elmondani, hogy mit csináltam én akkor, amikor egy olyan alkotói válságba, nevezzük ez bukásba került a, a cég, amikor egyszerűen nem láttam a kiutat hogyan tudjam azt elérni a kollégáknál, hogy az a lelkesedés, ami évek munkája után végre úgy rátelepedett a cégre, az át tudjon fordulni egy produktív és tényleg mondjuk úgy, hogy pénzben, eredményben mérhető sikerré. Aki most egy olyan helyzetbe került, hogy esetleg kiesett alól a piaca, megszűnt, átalakult, leszűkült, az a legjobban vezetőként arra figyeljen, hogy hogyan gondolkodik erről a dologról. Hogy vajon azon gondolkodik-e többet, hogy ez miért történt, hogy mi az oka ennek, hogy elkeseredett, vagy pedig azon, hogy milyen lehetőséget lát ebben.